A Kanizsa Fest nem csak ifjúsági programokból és esti koncertekből állt, komolyabb hangvételű előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket is tartottak. Egyebek mellett a nemzetpolitikai témákról is szó esett. Elsősorban nemzetpolitikai kérdésekről beszélgetünk, természetesen a művészet is megjelenik a témák között. Gazdasági gondolatok is elhangoznak elsősorban Újhelyi Ákos részéről. Az egyik legfontosabb nemzeti ügynek a vajdasági magyar vállalkozások talpraállítását tartották. Akkor áll legjobban, stabilan egy vállalkozás, amikor a saját lábán áll. Ez azért fontos, hogy ennek következtében minél több munkahelyet létre tudjunk hozni, és így a megmaradást és a szülőföldön való boldogulást elő tudjuk segíteni ezáltal. Ezért is hoztuk létre és támogatjuk a Prosperitáti Alapítvány pályázatát, amelynek keretében ezek a célkitűzések meg tudnak valósulni. Andrássy Attila, a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház igazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy meg kell védeni kulturális identitásunkat, ugyanis az veszélyben van. Ha megnézzük azt, hogy az én nagynéném az Mannheimben él már vagy 50 éve. Annyit változott a város, hogy nem lehet este szabadon mozogni. Ez elképzelhetetlen volt. Ha elment színházba, mindig hazasétált, most taxival megy. Elképzelhetetlen változások. A kérdések, illetve az előadók válaszai a politikai és megmaradási kérdéseket boncolgatva a múltra, a jelenre és a jövőre is kiterjedtek.